A műszernek van egy nagyon jó funkciója, ez pedig a szigetelési ellenállás mérési funkció. Ezzel a funkcióval előzetesen minden készüléket, berendezést meg lehet vizsgálni. A vizsgálat során 50 és 1000 volt között tudjuk a feszültséget változtatni egyetlen gomb segítségével. A beállítást az elforgató gombbal könnyedén el tudjuk végezni. Következő lépés a felső érték megadása. Erre akkor van szükségünk, hogyha a vizsgálandó készülőkünknek nagyon nagy az szigetelési ellenállása, nyilvánvalóan ilyenkor a végtelen a célszerű beállítási mód. Szükségünk van egy alsó határérték meghatározásra, ami minden készüléknél más és más. Ezért a műszer 1 és 9999 megohm között szabadon állítható. Szükségünk van arra az értékre, amit azt mondjuk, hogy már nem elfogadható, ez a referencia ellenállás beállítása. Ugyanúgy el lehet menteni a mérést egy saját névvel, ezáltal bármikor könnyen visszakereshető a műszer menüjéből. Fontos, hogy a mérés idejét is be tudjuk állítani. Bizonyos készülékeknél hosszabb, más készülékeknél rövidebb mérési időt alkalmazhatunk. Jelen esetben ezt a műszert most 12 másodperc állítottam be. Szükség van még arra, hogy ezt a mérőfeszültséget mennyi idő alatt érje el a készülék. Vannak olyan készülékek, amelyek a hirtelen rákapcsolt mérőfeszültség hatására átütést produkálnak, ezért egy folyamatos, emelkedő, úgynevezett rámpafeszültséggel lehet a mérőfeszültséget a készülékre bocsájtani. Ha a beállításokat elvégeztük, egyetlen gombbal elmentjük, majd a műszert készenléti állapotba helyezzük. Látható, hogy mind a kijelzőn, mind a leden a műszer mérésre készen áll. Egyetlen gombnyomással elindítjuk a mérést. Mutatja a felfutást és a mérést megkezdését, majd befejezésének időpontját. Mutatja az aktuális mérőfeszültséget, valamint a ellenállást. A mérés befejezésekor után megjelenik a kijelzőn, hogy a mérés megfelelő lett, továbbá egy LED is jelzi. Szeretnénk bemutatni, mi következik abban az esetben, ha a mérés nem megfelelő minősítést kap. Ehhez a mérőcsipeszeket egymáshoz csatlakoztatom, majd ismételten elindítom a mérést. A mérés megindult, és már is jelzi a műszer, hogy bizony itt átütés történt. Hosszú hangjelzéssel és egy a kijelzőn meg a és a műszeren egy hibajelzővel jelzi, hogy az átütés bekövetkezett. Az átütést egyetlen gombbal lehet törölni a műszer kijelzőjéről, és a következő mérést innen lehet folytatni. A különböző mérések elvégzéséhez különböző beállításokra van szükségünk. Ezek a beállítások egy előre meghatározott menüben elmenthetők 0 és 100 érték között. A kiválasztásuk egyetlen lehetősége a forgatógomb segítségével. Bármikor kiválaszthatjuk azt a mérési módot, amire szükségünk van, ezek alá a előre beállított menüpontok alá szabadon programozhatjuk az értékeket, akár váltakozó, akár egyenáru átütésvizsgálat esetén, akár szigetelés vizsgálatot szeretnénk végezni, vagy vezeték ellenállás mérést szeretnénk lefolytatni. Lehetőségünk van rá, hogy a méréseinket, mint már az elején is említettem, kézzel, tehát manuálisan, vagy automatikusan végezzük el. A kézi és az automatikus mérés kiválasztása között az autó gomb hossza megnyomásával végezhetjük. Ebben az esetben szintén szabadon programozhatjuk az eszközt, választhatjuk ki a menüből a megfelelő mérési pontokat, egymás mögé helyezhetjük, ezáltal a műszer képes arra, hogy egymást követően akár több mérést is elvégezzen különböző funkciókkal. Ez a műszer nélkülözhetetlen minden berendezésgyártó és ellenőrzést végző szakember számára.